Zsakó László előadásában szó került a diákolimpiákra, különböző diákolimpiákra, akkor két régi szövetségesét várom, hogy egy picit így hármasban beszélgessünk. Erdősné Németh Ágnest és Horváth Gyulát kérem, hogy fáradjatok ide, és kaptok egy-egy mikrofont. Opcionális, hogy ki áll, ki ül, viszont ami kötelező, hogy meséljetek egy kicsit, hogy hogy kerültetek a diákolimpiák világába. Bocsánat, hadd kezdem azzal, hogy egy kiegészítést, illetve a pontosítás ezek részben kapcsolódva az előttem szólóhoz, nevezetesen ugye a határon tilak, vagy egyáltalán kivett részt magyar olimpiai csapatban nincs követelmény a állampolgárságra. Meg több oka is van, gondolj csak el, hogy valaki külföldön tanul, ugye, és ott szerez jogot. Tehát igazából az kell, hogy abban az országban szerezzen jogot a részvételre. Így aztán előfordult többször már, hogy például az ír csapatban volt olyan év, amikor két magyar versenyző volt, akinek nem volt természetesen ír állampolgársága. De osztrák csapatban is volt már magyar. Nem semmi. Csak kiegészítés van, pontosítása. De akkor felelj a kérdésemre, és igen. Hogy kerültél a diákolimpiai? Hogy kerültem? Mert te igen régen kerültél, ezt tudom. Én a hőskorban nem vettem még részt a nemes kiamér versenyben. Részben volt kapcsolódásom az oktatáshoz, amennyiben a tanárképzés az informatikára pontosabban, ugye úgy kezdődött, 83-ban volt, igen. A harmadik szakként, talán az is érdemes volt, lett volna itt megjegyezni, hogy harmadik szakként indult el a számítástechnika tanárképzés az egyetemeken. Gondoljuk el, hogy... Mi volt majdnem az első fölvehették matematika, fizika szakos tanárok harmadik szakként. Képzeljük már ezt. Lenne olyan hallgató, aki ezt a három szakot vállalna? Biztos, hogy nem. Én effektíve 94-ben kapcsolódtam be, és 95-ben rendezte Magyarország a CEOI-t, ugye a második középerőpi informatika diákolimpiát, és akkor engem ott fölkértek, hogy legyek a Tudományos Bizottság vezetője, vagyis hát aki a feladatokért felel, és lényegében hát én készítettem Zsakó Lászlós közelműködésével tovább a feladatokat, az első magyarországi CEO-ra, tehát így kerültem be. Abban tudsz segíteni, hogy hány diákolimpiát szervezett eddig Magyarország? Hát 96-ban szerveztük az első informatika diákolimpiát, 96-ban Veszprémben, és utána idén, és ötször szerveztük közép-európai diákolimpiát. És szegről végről mindegyikben részt vettél, ha jól gondolom. Igen. Hát az idei nem. Csapatvezető volt, csak csapatvezető volt. A többi a tudománybizottság vezetője voltam. Ági, te hogy kerültél a történetbe? Én amikor visszamentem az iparból a gimnáziumba dolgozni, akkor a gyerekekkel elkezdtem versenyezni. Elvileg igen. Gyerekekkel elkezdtem versenyezni, és végigjártam azt az utat, amit egy gyerek csinál. Tehát megtanultam azt, amit egy gyereknek kell ahhoz, hogy egy első fordulón, egy második fordulón, egy harmadik fordulón tudhasson, és részt vettem a saját diákjaimmal együtt a Gyula és Laci által tartott diákolimpiai felkészítőkön. És hogy kerültél bele a szervezők körébe? Hát első körben úgy kerültem, hogy egyre több diák lett Nagykanizsán, a Batthyány gimnáziumból, és aztán az első kör talán úgy volt, hogy túl sokan voltunk zalai versenyzők, Zala meglehetősen erős a grafikus programozási versenyen is, és a nemes diamérokon is, és nem fértünk el Egerszegen, így mint rendezőiskola beszálltunk a megyei fordulóba,
és aztán így szépen beszivárogtam ebbe a csapatba. Értem. Ági, azért próbálok rávezetni erre ezekkel a kérdésekkel, mert ugye maszkban vagy, aminek nyilván van egy közegészségügyi jelentősége, de ennek a maszknak a felirata is árulkodó, egy Hungary 2020 nagykanizsa, tehát van egy közép-európai diákolimpia, ami kimondottan a te nevedhez fűződik, és ez egy elég speciális évben lett megrendezve. Kérlek, hogy mesélj arról is. A maszk azért, mert elég jól megfertőznék mindenkit talán, de nem Covid, úgyhogy semmi bajt nem okoz, remélem. És ha már maszk, akkor már a 2020-ban egy elég speciális körülmények között megrendezett közép-európai diákolimpiáról beszélünk. Sikerült nagyon jól eltalálni abból a két hétből 8 nap, amikor egyáltalán megnyitották a határokat és bármerre lehetett utazni, 8 napot kiválasztani arra, hogy megrendezzük Nagykanizsán ezt a közép-európai olimpiát, ami mindenkinek felemelő élmény volt a fél év bezártság után emberekkel találkozni. Az első pár napban hihetetlen távolságtartással és az egyes csapatok nem is beszéltek egymással, a végére azért már elég jól összejött az egész társaság. Tehát nem csak arról szól egy ilyen versenyzés, hogy egy feladatot meg kell oldani, és ott jól kell teljesíteni, hanem ezeknek a versenyeknek és ezeknek a diákolimpiáknak a legnagyobb szerepe a tehetségeknek a kapcsolatfelvételében. Abban van, hogy megtalálják a hasonló diákokat, a hasonló érdeklődési diákokat, kooperációkat tudnak csinálni, egymással tudnak kommunikálni, és hát oda fölnézek, és tudnak beszélgetni egymással, és tudnak miről beszélgetni egymással, és a közös élmény is ad egy csomó ilyen beszélgetni. Nagyon hálásak voltak a kollégák, hogy megcsináltuk, tehát nagyon örültek neki, hogy megcsináltuk, mert ugye a bezártság miatt, és talán nem részletezte az Ági, hogy azt hiszem a néhány nappal az esemény után már nem tudtuk, tehát egy héttel később már nem tudtuk volna megcsinálni. A legviccesebb csapat az a horvát csapat volt, akik tőlünk 60 kilométerre laknak, már hogy a csapatnak a háromnegyede, tehát három diák, tőlünk 60 kilométerre laknak. A horvát állam nem engedte, hogy eljöjjenek erre a diákolimpiára, azaz elmentek Zágrábba versenyezni, ami sokkal-sokkal messzebb van, viszont a szülők úgy döntöttek, hogy a záróeseményre áthozzák határon a diákokat. Különleges korszak volt. Beszéltünk már eddig a versenyek történetéről, viszont a versenyekhez kapcsolódnak felkészítő események. Ez még hiányzik nekem a mai napból, hogy egy picit erről is meséljetek, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki diákolimpikonnál váljék azon túl, hogy nyilván jól szerepel a hazai versenyeken is előtte. Milyen háttérmunka zajlik még? Hát a felkészítés az szerintem, ha valaki jól akar szerepelni, az körülbelül úgy kell tekinteni, már mint a sportban. Ez több éves rendszeres szakmai munkának az eredménye lehet az eredményes verseny. A felkészítő, ami a szervezeti részét illeti, az a Nagy-Nagy Társaság versenyei, de illetve az OKTV. Ez az alapja a felkészítés, vagy a kiválogatás, és igazából a felkészítésnek is. Tehát nagyon fontos szerepe van ma már sokkal inkább, mint mondjuk 20 éve, 15-20 éve ezelőtt az önálló képzésnek. De nyilván nagyon sok anyagot meg tudnak szerezni, egyrészt, másrészt online versenyzési lehetőségek vannak, illetve felkészítésre is ugye online felületeket használhatnak. Többek között használhatják ugye az általunk készített mester feladatgyűjteményt és online értékelő rendszert,
és az a tapasztalat, hogy azok, akik nagyon jól szerepelnek, azok ezen a mesteren nagyon sok feladatot megoldanak. De nem csak ők oldanak meg itt, tehát nem csak ők használják, hanem elég intenzíven, most, hogy átgondoltam, reggel megnéztem, hogy eddig hány megoldást adtak be, és 344 000 programot küldtek be, miután működik a mester. Ez azt jelenti, hogy körülbelül hetente a 3-4 000 feladatot küldenek be, főleg középiskolások. Részben egyetemisták használják, de főleg általános iskolás és középiskolások használják. A természetesen az nem elég, hogy a versenyeken részes és jó eredményt ér el, hanem kell egy szisztematikus felkészítés, és az a szerencsés, hogy a fiatalok is bekerülnek már, tehát a CEU-i, főleg a CEU-i csapat, tehát mi szándékosan a CEU-i, tehát a Közép-Európai Infratudéli Aprilipára a fiatalokat visszük, pontosabban a korhatározat 11. évfolyam. Azért, hogy minél előbb kerüljenek be, de tapasztalatot szerezzenek, nemzetközi tapasztalatot, illetve hogy vegyenek részt azokon a felkészítőn, amit szervezünk általában az ELTE-n egy vagy két hét, vagy kétszer, három, négy napos intenzív felkészítő, ami szisztematikusan áttekintjük azokat az ismereteket, módszereket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy alapként, tehát hogy jó eredményt tegyen el, bár ez önmagában egyébként nem elég. Nagy valószínűség, aki túljut ezeken, vagy, és vészlesz ilyeneken, az nagy valószínűséggel tud szerezni érmet igazából. Azonban az utóbbi időben nagyon erős, nagyon nehéz feladatok adnak általában esetleg. Szerintem talán túlságosan is nehéz feladatokat. Gondolj csak el, például az idén a diákolimpián 6 olyan aranyérmes versenyző volt, aki a 6 feladatból egyet se tudott megoldani maximális pontszámra. Tehát ugye ez már valószínűleg pedagógiában is helyes dolog, tehát hogy ennyire neheznek a feladatok. A felkészítéshez tartozik még az, hogy természetesen vannak szakkörök. Korábban az iskolákban ez jellemző volt, hogy főleg voltak neves, jó, vagy hogy mondjam, volt néhány iskola, akik rendszeresen tartottak szakkört. Ugye? A oktatási rendszer változása szerintem nagyon negatívan érintette ezt a területet, amennyiben hát gyakorlatilag nem fizették meg ugye a plusz a szakköri foglalkozásra a tanárokat. Részben ez emiatt is, persze a tanárhiány is egyre súlyosabban látszik, hogy kevésbé lehet számítani arra, hogy több iskolában olyan szinten foglalkoznak felkészítéssel, amely elősegíteni mondjuk az eredményes szerepét az olimpiánon. Jóra, ez már egy barokk körmondat, amiben válaszolsz. Igen. Még az Áginak is adjuk meg a válaszlet. Még a felkészítéssel kapcsolatban egy új elem is megjelent azonban. Ez pedig a fizetős szakkör, ami azt hiszem, hogy elgondolkodtathat mindenkit. Lehet úgy viszonyulni hozzá, de tény, van már fizetős felkészítős. Ági, felkészítés? Azt hiszem, hogy elég sok anyag elérhető az interneten. Tart Rakó tanár úr minden évben 5 előadást, viszont az ahhoz kapcsolódó mesteres feladatokon végig kell menni és végig kell csinálni. Tényleg úgy kell elképzelni egy felkészülést, mint egy sportversenyre való felkészülést, tehát a napi, heti gyakorláshoz hozzátartozik ahhoz, hogy egy diák eredményesen szerepeljen. Ezt itt-ott meg tudjuk egy picit segíteni azzal, hogy vannak előadások, vannak, viszont a helyi munkát azt nem tudjuk teljes egészében pótolni. Bár erre jó példa a lányolimpiára való felkészülésünk,
ahol másod-harmadéves lányegyetemista mentorálja a diáklányokat, és segíti azokat a feladatmegoldásokat, és megkapják azokat a biztatásokat. Ez egy új modell, remélem, hogy ha jól működik, akkor ki tudjuk terjeszteni. Nyilván ez is pénzkérdés. Jó, de hát most akarom, hogy a Neumann Társaságnak a szerve nagyon fontos a felkészítésben is, nyilván a magát a szervezeti kereteket is tudja adni, illetve hát anyagi támogatást is, illetve kapunk, vagy szoktunk kapni, úgyis mondanám, állami vagy támogatást is, éppen most hallom Ágitól, hogy a Diákolimpia felkészítésére beadott pályázatunkat nem díjazták, azaz nem kaptunk egy fillért sem. A mostani pályázat. Reméljük, hogy sikerül erre más forrásokat találni. Nagyon köszönöm a hozzászólásaitokat. Ági, hozzád még lenne egy kérésem. Idén volt egy nagyon érdekes rendezvény, amiben én is beleláthattam. Úgy hívták, hogy Study Camp. Erről még mesélj, légy szíves, mert ez sokat árulkodik arról, hogy miért jó egy ilyen diákolimpiai közösségben lenni. Mi volt ez az IOI Study Camp? Ez egy új kezdeményezés. Volt egy ipari szponzorunk, aki azt az elképzelést találta ki, hogy az aranyérmes diákokat egy picit további kooperációra és együttműködésre és együttlétre hívja, és így Budapesten került megrendezésre, Szingapur után másodjára ez az IOI Study Camp nevezetű rendezvény, a Huawei támogatásával, ha már egyszer kimondhatom a szponzornak a nevét. A diákokat összegyűjtöttük igazából 5 napra, ahol az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatikai karáról adtak elő kutatók a saját témájukról, elég inspiráló előadásokat, a partnerünknek a varsói, cambridge-i, zürichi, illetve a kínai kutatóközpontjából jöttek előadók és kutatásokról meséltek, és ezen kívül pedig egy szociális esemény volt, már hogy együtt játszottunk, várost fedeztünk föl, várat néztünk, virtuális szemüveges kiránduláson vettünk részt. Azt gondolom, hogy sokkal jobban erősítette ezt az együttlétet, illetve azt, hogy a világ minden tájáról jövő tehetséges fiatalok nem érezték egyedül magukat abban, hogy ők ezzel szeretnek a legjobban foglalkozni. Nyilván ennek vannak hatásai is továbbiakra nézve az ő életükre, hogy itt megismerkedtek, és további kutatásokat, együttműködéseket tudnak csinálni egyetemistaként is. Köszönöm szépen, hogy elmeséltétek mindezt. Hát ez látszik ebből is, hogy nem csak top tehetséggondozásról van szó, de valahol országimázsról is, én azt gondolom. Tehát az, hogy Magyarország milyen képet sugároz kifelé, abban akár egy diákolimpiai közösségnek is nagyon nagy szerepe lehet. Köszönöm szépen!